Köszöntöm kedves nézőinket, a Sportmagazint látják. A következő fél órában fitnesszel kezdünk, aztán lesz bász siker, ellátogatunk a Taekwondo országos diákbajnokságra, de lesz női futszál és atlétika is, érdemes lesz velünk maradni. Tavasszal megtelnek a fitnesstermek, készülnek a fürdőruhás szezonra, a civilek, a testépítők és fitnessmodellek viszont már kirobbanó formában készülnek a versenyekre. A Pécsi Zakács Team tagjai a szezon első megmérettetésén az IFBB Magyar Kupán szép eredményeket értek el. Csak Tíme a kategória első, Haraszti Lívia a felnőttek, Zalán Kis Luca pedig a juniorok között kategória második helyet ért el, valamint Toms Melinda bikini minősítő aranyfokozatot szerzett. Indul a testépítő és fitness szezon, a Pécsi Szakács Team idén is éremesőre számít. Tavaly a csapat 4 versenyzője 2 első, 4 második és 1 ötödik helyezéssel tért haza az őszi Fit Balance és Body Sport kupáról. Sebestyén Tamás pedig egy Európa-bajnoki címmel és egy Európa-bajnoki abszolút harmadik helyezéssel, valamint egy világbajnoki ezüstéremmel is büszkélkedhet. Hála Isten, most azért időben megkaptam őket, volt bőven 16 hetünk mindenkire. Hát igen, most 7 vagy 8 versenyzővel indulunk, egy még azért kérdéses, 2 fiú lesz, a többi lány. Vannak olyan versenyzők, akikkel most 2 héten belül kezdünk, van olyan, aki csak augusztusban. Szerintem az utóbbi idők legjobb csapatával fogunk most versenyezni. Volt, akinél kellett változtatni, de tulajdonképpen mindenkinél most tényleg valóban megtaláltuk azt a kategóriát, azt a magasságot, azt a súlyt, amivel versenyezni fog. Én dobogót várok, az az igazság, most minden versenyzőmtől. Az első 3-ban nagyon szeretném, ha benne lennénk, mindenkivel. Haraszti Lívia tavaly vágott bele a sportágba. A Body Sport és a Fit Balance versenyen is ezüstérmes lett. Sikerült valamennyi izmot felszednem, és ilyenkor jobban lehet diétázni, mint tavaly, jobban meg lehet vonni a kaját, meg többet kell edzenem, úgyhogy nehezebb most a felkészülés, viszont látom így az eredményét sokkal jobban, és nagyon örülök, hogy ennyit sikerült fejlődni, de persze a Sanyi nélkül nem sikerült volna. Én leginkább az összeszezóra készülök, de ez a tavasz igazából ilyen formacsekkolásszerű. Csák Tímea élete első versenyén ősszel egy második és egy ötödik helyet szerzett. Sokkal jobban érzem magam, sokkal kerekebb a forma, jött fel rám szerencsére izomtömeg is. Most még ebben az egy, illetve a 2 hétben szeretnénk minél szárazabb formát elérni, és hát is a legjobb eredményt. Két hölgy pedig a tavalyi nyílt szeminárium után döntött el, hogy belevág ebbe a sportágba. Megmondom őszintén, én azt hittem, hogy sokkal nehezebb lesz. Nekem minden nap öröm volt, hogy ezt csinálhatom, és egyre jobban vártam, és egyre izgatottabb voltam, úgyhogy volt egy-két nehézség, persze azt nem tagadom, de tulajdonképpen öröm volt az egész. 4 éve edzek a Sanyival. Igazából a versenyt azt november-decemberben döntöttem el. A táplálkozásom már 3 éve, úgy mondom, hogy tiszta, hogy élelmiszeripar által feldolgozott termékeket nem eszek, inkább törekszem arra, hogy hús, zöldség, gyümölcs. Minden nap dobozolok, úgy étkezem, ugye munkámat. Úgy tudom, hogy 3 óránként eszek, viszem magammal, úgyhogy nekem ez egy hatalmas biztonságérzetet ad. Januárban kezdtük a versenyfelkészülést, azóta minden gram mozva van. Nagyon élvezem, nem nagy megszorítás nekem, mert hogy ez már egy éles stílus volt eddig is, azt mondom, hogy régóta kezdtem el. És hát nagyon várom a versenyt, még van vissza 8 nap, úgyhogy az utolsó hajrában vagyunk. Egy kategória és egy abszolút országos első hely, aztán egy világbajnoki ezüstérem, majd egy Európa-bajnoki kategória első és egy abszolút második hely. A pécsi Sebestyén Tamás ezekkel az eredményekkel robbant be még tavaly tavasszal a naturál testépítők mezőnyébe. Az október elejé országos bajnokság pedig Európa-bajnoki válogató is volt. Itt is sikerült a kategória és az abszolút első helyet megszereznie Tamásnak. Tavaly évem az nagyon jól sikerült. A formán is úgy érzem, hogy ahhoz képest sikerült sok mindenben változtatnom. A felkészülésem nagyjából ugyanaz, ugyanúgy a Szakács Sanyi vezetésével. Május 20-án lesz az első megmérettetés Tatabányán, utána 27-én Németországban, majd június első hetében Olaszország Riminiben a világbajnokság, az IMBA Naturál Testépítő Szövetségnek. Nekem még ez a felkészülésnek az eleje, még vissza van egy 4-5 hét, az utolsó egy hét, ami inkább a kemény.
Az első versenyen, az IFBB Magyar Kupán Csák Timea kategória első, Haraszti Lívia felnőttek között, Zaláni Kislusza pedig a juniorok között kategória második helyet ért el. Toms Melinda bikini minősítő aranyfokozatot szerzett. Nagy lehetőséghez jutott az országos darts klub szekszárdi csoportjának versenyzője, Mester Zoltán. A hazai top 5-höz tartozó fiatalember korábban már egy amatőr világbajnokságon részt vett a magyar színek képviseletében, most pedig sikerült kvalifikálnia magát a roppant népszerű sportág idei legrangosabb eseményére, a profi csapatvilágbajnokságra, amit nyáron Németországban, Frankfurtban rendeznek. A sportágról semmit sem sejtő, a dartsról keveset tudó látogató nem is gondolná, hogy van már egy hazai sztárja, az OB2-es és OB3-as csapatot is működtető szekszárdi csoportnak. Mester Zoltán a több ezerre tehető hazai versenyző rangsorában már régebb óta ott van a top 5-ben, de még inkább a top 3-ban. Több kiemelt hazai verseny győztese ő, Hajdu Tamás felfedezettje, aki járt már amatőr VB-n, és most ott lesz a profik nyári frankfurti csapatvilágbajnokságán, mert hogy a két erre kvalifikáló magyarországi verseny közül az egyiket megnyerte. Így a másik győztesével párost alkotva a magyar színek képviseletében játszik majd a sportág legnagyobb idei eseményét. A részvétele fontos, vagy azt mondod, hogy a ennél többet? Részvétel is, de azért megpróbálom magam arra tenni, ahogy tudom, készülök rá ezerre, aztán meglátjuk, ez hogy... Ez azt jelenti, hogy naponta 3 órát itt az alibiben edzesz? Nem. Naponta 6 órát otthon edzek. Hajdu János felfedezettje 10 éve kezdett el dárcozni, azt mondja, a nemzetközi érvényesüléshez sok tapasztalatra, az új dolgok befogadására van, lesz szükség. A 70-es sorozatokra már most képes dárcos, még tovább akar fejlődni. Gondolsz-e arra, hogy alakulhat úgy a sorsod, hogy esetleg fölhagysz minden csapot, papot, és átállsz profi versenyzőnek, és ebből csinálsz egy egzisztenciát, egy karriert? Megfordult már a fejembe, igen. Ehhez kell egy jó VB? Jó profi? Több jó VB kellene hozzá. Nem egy. De kezdett neked is jó. Mester Zoltán barátunkra, csapattársunkra vagyunk nagyon büszkék, aki a PDC, a Profi Darts Szövetségnek a csapat világbajnokságán fogja képviselni hazánkat, Tolna megyét, Szekszárdot, és ez egy páros verseny, csapat világbajnokságnak hívják, tehát magyar országot képviseli. Tulajdonképpen magyar zászló fog a neve mellett feltűnni, mikor bevonul a legnagyobb színpadra, ami a darts versenysportban tulajdonképpen létezik, és világsztárokkal fognak játszani, és reméljük, hogy sok sikert is el fognak érni, és öregbítik a nevünket. A kirakatban levő top versenyző mellett bizony van okuk a büszkeségre a szekszárdi dárcosoknak. Újoncként vezetik az országos bajnokság másodosztályának egyik csoportját, miközben az OB3-ban elindult új csapatok is remekül szerepel. Pécsett a Gandhi sportcsarnoka adott otthont idén az országos tékvandó diákbajnokságnak. A csapatok versenyében a Honvéd lett az első, a szintén budapesti Tájfun mögött pedig a Pécsi Aranytigris Egyesülete lett a harmadik. Az Engrik Marian emlékversenynek is nevezett bajnokságon a 7-től 17 évesek indulhattak, és a közel 130 induló súly- és korcsoportok szerint küzdött meg egymással. Ők már a kadett korcsoport versenyzői, de a három páston folyamatosan mentek a különböző korosztályok küzdelmei. Pécsett utoljára 6 évvel ezelőtt volt ilyen országos rendezvény, csak akkor nem diák, hanem felnőtt bajnokság. Idén az Engrik Marian emlékverseny szervezés jogát az Aranytigris Harcművészeti és Kulturális Sportegyesület nyerte, akik a Gandhi sportcsarnokban adtak otthont az eseménynek. 13 csapat részvételével 120 fő körülbelül az indulók létszáma. A diákbajnokság odaítélése is azt jelenti, hogy a Pécsi Egyesület, az Aranytigris Egyesület egy elég erős vidéki bázisnak mondható. Nyilván ezért is rendezhetjük meg ezt a versenyt, és nyertük el a rendezési jogot. És hát nem bíztor, remélem, de
Nyilván azt szeretném, hogy a csapatunk a dobogós helyen végezzen az eredmény tekintetében. Ez a cél sikerült is a Pécsi Egyesületnek, ugyanis a Honvéd szerezte meg az elsőséget 17 aranyéremmel, a második pedig a Tájfun csapata lett, ami azért is jó teljesítmény, mert a dél-dunántúli régióban nem túl népszerű ez a küzdősport. A dél-dunántúli régióban Szekszárd és a Pécs az, ami itt taekwondo tekintetében szerepet játszik. A Szekszárdi Egyesület egy néhány éve alakult egyesület, tehát még most fejlődő szinten van, a miénk elég erősnek mondható. Az egyesületben körülbelül 60-70 fő igazolt sportoló versenyzik, és óvodai csoportokkal próbáljuk az utánpótlást is javítani. Ez a diákbajnokság az utánpótlás versenyek között a legnagyobb presztízsű megmérettetés, amire idén kicsivel kevesebben neveztek, mint a korábbi években. 180 és 220 között szokott lenni az induló létszám, most 137 nevezés érkezett, tehát egy picit fájó számunkra, de ettől függetlenül a mérkőzések színvonala, a hangulat, az minden rendben van, és hát a szervezés nagyon klassz. Nekünk ez nagyon fontos lenne, hogy vonzóvá tegyük mindenki számára a sportágunkat, hiszen olyan értékeket képvisel, amit azért a hagyományos sportágak kevéssé. Tehát mi deklaráltan azt mondjuk, hogy azok az alaptanítások, amik a taekwondóban megjelennek, azok a mindennapi életben is feltétlenül hasznosak és fontosak. Ha csak azt mondom, hogy önfegyelem, vagy becsületesség, udvariasság. Hát a mai világban ez az udvariasság se egy tipikus jellemző. De az idősebbek iránti, vagy a nagyobb tudásúak iránti tisztelet, a sportszerűség. A verseny különlegessége volt, hogy itt debütált a videózsűri is, megkönnyítve így a bírók munkáját, valamint már az új versenyszabályok szerint pontoztak. Minden páston zajló mérkőzés két külön kameraállásból föl van véve, és a bírók munkáját segítő, hogy vissza kell nézni valami nem hivatalos, vagy valami nem egyen értékű bírói döntés van, akkor azt vissza lehet keresni. A versenyzők egyébként látható, hogy fejvédő, mellkasvédő, sipcsont alkarvédő, lágyékvédő, kesztyű és elektronikus lábtyűben vannak. Ezek nyilván a különböző érintkezésnél adják a pontokat. A 2017. júniusban megrendezésre kerülő világbajnokságtól van hivatalosan elfogadva az új WTF szabályrendszer, de már januártól a versenyeken Európa szerte, és itt nálunk is a mai napon az új versenyszabályok szerint zajlanak már a mérkőzések. Ezeknek köszönhetően sokkal támadóbb szellemű, izgalmasabb összecsapásokat láthatott a közönség, főleg ha már idősebb korú versenyzők csaptak össze, mint például a junior Európa bajnok Berei Béla, aki a bajnokság legtechnikásabb versenyzője díjat is hazavihette. Yes. A teremtornák után már szabadtéren is megkezdődtek a labdarúgó diákolimpiai küzdelmek. Az általános iskolás csapatok a Kovács-telepi műfives pályán mérik össze tudásukat. A pécsi fordulókon a kozármistenyi és a pécsváradi csapatok is pályára lépnek. Javában zajlanak a labdarúgó diákolimpia küzdelmei, a tornát első korcsoporttól a negyedik korcsoportig az általános iskolás csapatoknak rendezik. A harmadik-negyedik korcsoportos lányok külön versenyeznek. A hetedik-nyolcadikos fiúknál már színvonalas, gólgazdag mérkőzéseket láthatunk. Az őszi fordulók nagy részt jó összjátékok játszottak le, természetesen a gólokat nagyjából kihagytuk. Egy meccset sikerült megnyernünk, egy meccset döntetlenre, és egy meccset kikaptunk. Most a Michelin és az ANK az ellenfél. Jelenleg vezetünk 2-1-re, egy öngolt rúgtunk, másik kettőt pedig szép összjátékkal berúgtuk. Szokott az iskolába együtt készülni a csapat, heti kétszer, plusz minden nap tanítás után. A legkisebbeknél még fontos, hogy a csapatmunkára, a jó passzokra figyeljenek oda a gyerekek. Én 3 éve focizok, és én mindig Pécsváradon akarok majd focizni. 6-0-ra nyertünk, szerintem jól ment. Egy héten kétszer van edzésünk. És akkor mit szoktátok általában csinálni? Mesélsz nekem egy picit az edzésről? Hát a passzokat szoktuk gyakorolni, lőni, ilyenek. Továbbítottatok innen, vagy nektek még nincsen továbbjutás? Továbbjutottunk a megyeibe.
Azokban a korosztályokban, ahol több csapat is nevezett a városi fordulóra, egy gárda többször is pályára lép egy-egy játéknapon. A városi diákolimpiának a döntői, előselejtező és döntői zajlódnak minden korcsoportban. Itt a mai napon az egyes korcsoport, tehát az általános iskola első, második osztályosok, és a másik pályán pedig a negyedik korcsoport, akik a hetedik, nyolcadikosok, tehát ők játsszák itt a selejtezőket. A színvonalról talán azt tudnám mondani, hogy azért minden egyes korcsoportban találhatók olyan gyerekek, meg akár olyan csapatok is, akik azért jó eséllyel indulnak majd későbbiekben a megyein, esetleg az országoson is. Ugye tegnap második, harmadik korcsoport volt, ma első, negyedik korcsoport, és folyamatosan mennek, tehát egészen péntekig minden nap lesznek, és a megyei döntők azok majd a jövő héten kedden. Ott már először azt hiszem a középiskolások, ha jól tudom, és akkor az általános iskolások is jövő hét kedden már játsszák a megyei döntőket. Itt most nem látok nagyon olyat, de a tegnapi, a második, harmadik korcsoportban ott igen, ott lehetett látni olyat, hogy esetleg esélyes lesz, hogy a megyeit megnyerje. A városi döntőbe korcsoportonként az első két helyezett csapat jut, de a legkisebbeknél már a selejtező, maga volt a döntő, ők már megkapták az érmeiket. A városi forduló után a megyei döntő, majd pedig a területi és az országos döntő következik. Május 19-én pedig a kisiskolák labdarúgó bajnokságát is megrendezik, ezúttal Mágocson. Intenzív kapcsolatot ápol a Szekszárdi Sportközpont atlétika szakosztálya közép- és hosszú távfutó csoportja a kecskeméti szakosztállyal, ahova a szekszárdi sikeredző Németh Gyula távozott két évvel ezelőtt. Már nem először érkeztek az Alföldi Klub versenyzői Szekszárdra egy közös edzőtáborozásra, amiből mindkét klub szeretne profitálni. Éppen ezért Németh Gyula és korábbi tanítványa, utódja Szőke Gergő igen kemény edzéseket vezényelt a már országos bajnokoknak is a szekszárdi rekordtánon. Jól látunk, nincs valami tévedés, optikai csalódás? Németh Gyula a szekszárdi rekordtánon tartana edzést. Visszatért volna Kecskemétről Szekszárdra. Erről egyáltalán nem szól a fáma, de arról igen, hogy egy közös edzőtábor erejéig a szekszárdiakkal néhány napra visszatért a megyeszékhelyre, sikerei pályafutása színhelyére az ország egyik legjobb középtávfutó edzője. Szálkán ütöttek tábort amúgy a kecskemétiek, és ott sem csak a természeti szépségekben gyönyörködtek. Ez egy nagyon-nagyon szuper hely, itt az erdő, itt a műanyagpálya, jó légkör, jó edzőtársak, itt a Leventére gondolok elsősorban, meg a Gergő többi tanítványára. Igen, Szőke Gergő a Szekszárdi Sportközpont atlétikai szakosztályának közép- és hosszú távfutó szakági edzője, szintén Németh Gyula tanítvány. Mindketten örülnek a közös munkának, időközben intenzív szakmai és baráti kapcsolat alakult ki közöttük. Idén most már nem csak Kecskemét-Szekszárd tengelybe tudtuk összeszervezni a csapatot, hanem nagy örömre eljöttek Miskolcról is egy autóval öten, illetve Budapest mellett Csömörről is egy nagyon kicsi, most alakult atlétikai szakosztály is bekapcsolódott a munkába, hogy tudjanak tanulni úgymond az ország legjobb futó, sztárfutó edzőjétől, Németh Gyula bácsitól. Aki már Kecskeméten is két év alatt letette a névjegyét több versenyző felfedezésével, akik közül a sor elején futó, már országos bajnok, feketemezes Palkovics Istit, aztán egy szinte semmiből kinövő felnőtt versenyzőt, a Vivicita filmmaratoni második, Galamb Csabát is többek között elhozta Szekszárdra. Jövőben nagy álmom a 10 000 méteren megpróbálni megfutni az olimpiai szintet, de az mindenki azt mondja, hogy hülyeség, mert esélytelen magyarnak. Maratonban azt mondják, hogy sikerülni fog. Szőke Gergő Németh Gyula távozása után bizony nehéz helyzetben vette át a szekszárdi középtávfutók irányítását, és a létszámot növelve, újabb tehetséget felfedezve, stabil csapatot alakított ki két év alatt. Amit tanultam ott a 10 év alatt, azt most itt hasznosítani tudom. Úgyhogy nagyon örülök, hogy most földúsult a csapatunk, most már 24-25 kis távfutó palántán van, vannak 15-en picik, akik még gyerekkorosztályok, 10-12 évesek, és már ő belőlük kezdenek fölcseperedni szépen az első, hogy mondjam, hírvivők, akik jövőre már az újonc OB-n indulhatnak, tehát az első olyan kis generáció, aki tényleg az én kezem munkája, és nem úgy örököltem a Gyula bácsitól. Beszélgetünk olykor-olykor, de vannak már saját kialakult gondolatai a középtávfutásra, amiket nagyon gyönyörűen összerak és itt alkalmaz a gyerekeknél. Sokan úgy gondolják, hogy ha én nem segíteném, akkor ő nem lenne. Nem így van. A Gergő nagyon céltudatos és nagyon jó dolgozik. Tehát egy nagyon karakteres kisrác.
A szekszárdi középtávfutók első számú versenyzőjét, Szemerei Leventét még Németh Gyula fedezte fel annó, de Szőke Gergő irányításával is szépen fejlődik az 1500 és 3000 méter ifjúsági magyar bajnoka. Akár az idei fő világversenyén, a Kenyában rendezendő ifjúsági VB-n is ott lehet a szekszárdi atléta, mégpedig nem egy szokványos számban, 2000 akadályon. Mennyit kell még javulni, hogy a VB-n elinduljon? Hány másodpercet? Még 10 másodpercet. Elég félelmetesen soknak tűnik, de mégis júniusig ledolgozható? Ledolgozható, sőt jobb formát is futhatok. 3000-en Szekszárd Kecskemét, vagyis Palkovics Isti és Szemerei Levente gigászi csatája várható az idei ifjúsági magyarországos bajnokságon a győzelemért. Lehet menni? Hadd szóljon! Kilencedik alkalommal rendezték meg a nemzetközi húsvéti vízilabda tornát Pécsett. A Zabai Nemes Oszkár sportuszodában a 2005-ös korosztály nemzetközi élmezőnyével vette fel a harcot a PSN ZRT gárdája. A tornán a 2015-ben elhunyt mesteredzőre, Ambrus Tamásra emlékeztek. A korábbi 8 húsvéti vízilabda torna magas színvonala jól megalapozta a pécsi rendezvény hírnevét, így ismét rangos nemzetközi mezőn gyűlt össze a 12 évesek korosztályában Pécsett. Kovács Krisztián és Balázs Bence csapata, a házigazda PSN ZRT sportiskola, ezúttal is kiváló német, szerb, horvát, szlovén és persze hazai együttesekkel csapott össze. A magyar csapatok azok nagyon erősek, viszont a külföldi csapatok közül is vannak erősek, de nem mindegyik a mi szintünkön van. Én OB1-es felnőtt játékos szeretnék lenni, és válogatott. Heti ötször két órát szoktunk edzeni, szoktak lenni ilyen csapatépítő programok, de nem nagyon. Ezzel a csapattal én augusztus óta foglalkozom. Többségük 2-3 éve vízilabdázik már, viszont sajnos kevesen vagyunk. Ez a torna, ez egy 2005-ös torna, és 14 főből körülbelül 8 fő az, aki 2005-ös születésű, többiek azok mind fiatalabbak. Mivel ez egy felkészülési torna, én külön nem gyakoroltunk semmit, csináljuk azt a munkát, amit elkezdtünk augusztusban. Ez csak egy lehetőség, hogy minél több tapasztalatot szerezzenek a gyerekek. A tornát a szervezőki már másodszor a pécsi pólósportot újjáélesztő, két esztendeje elhunyt Ambrus Tamás emlékének szentelték, aki a Fradival, de a PVSK-val, illetve annak utánpótlásával is maradandót alkotott. Az ő munkálkodásának eredménye, hogy a pécsi csapata a legmagasabb osztályba került. Igen, ismertem én még, akkor még aktív játékosként játszottam itt Pécsen az utánpótlásba, és ő volt az, aki először engem berakott egy felnőtt edzésre, hogy egy kicsit kipróbálhassam magamat. Úgy gondolom, hogy a pécsi vízilabdának az alapját azért köszönhetjük ő neki. A 12 együttes 4 csoportban mérkőzött meg egymással, a pécsieknek egy szerb, illetve egy szlovén gárdával kellett megküzdeniük, a minél előkelőbb helyosztós pozíciókért. A PSN ZRT csapata a csoportmérkőzések után a bronzmeccsen játszott. A csoportmeccsek jól sikerültek, utána Szegeddel mérkőztünk meg. Hát az kicsit csúfosan sikerült, de ők még nem. Hát mi nem vagyunk még az ő szintükön, fejlődnünk el. Ha a Szeged mérkőzést megnyertük volna, akkor a döntőbe jutunk, így most a harmadik helyen játszhatunk, most is bele fogunk adni mindent. Úgy gondolom, hogy elég magasra lett téve a léc így a csapatok tekintetében. Persze vannak gyengébb csapatok, vannak jóval erősebb csapatok, mint mi. És az eredmények is ezt tükrözik leginkább. Három meccsen vagyunk eddig túl. Az első két mérkőzésen bő 10 gólos nyereséggel zártunk, míg tegnap a Szeged ellen viszont 10 góllal kikaptunk. Ami így elsőre rémisztőnek tűnik, viszont ha azt tekintjük, hogy egy éve ettől a csapattól körülbelül 20-30 góllal kaptunk ki, az viszont építő, úgy gondolom. Az OSC ellen fogjuk megvívni ezt a csatát. Én úgy gondolom, hogy bármi lehet. Bízok benne, hogy minél jobban fognak játszani a gyerekek. Elsősorban
nem szoktam az eredményeket figyelembe venni. Én azt úgy gondolom, hogy már hogy akkor nyerünk, hogyha a gyerekek mindent beletesznek, és úgy játszanak, hogy, ahogy ők tudnak. A pécsiek a bronzmeccsen vereséget szenvedtek az OSC-től, így a negyedik helyen zártak. A második Ambrus Tamás emléktornát a Szeged nyerte, a dobogó második fokára pedig a Fradi csapata állhatott fel. Megszakadt az Agenta Girl Szekszárd FC NB1-es női futszál csapatának győzelmi szériája a bajnokság rájátszásának 5. fordulójában. 4 győzelem után hazai környezetben 2-0-ás félidei vezetés után a folytatásban 5-3-ra vesztett Micskó Márk együttese a Kiskun Félegyházi Astra csapatával szemben. Ezzel a bajnoki címért zajló versenyfutásban lépés hátrányba kerültek a szekszárdi focista lányok a nagy rivális Hajdúböszörménnyel szemben. Jól indult a meccs szekszárdi szempontból. Micskó Márk csapata az első félidőben 2 gólos vezetésre tett szert, amit ugyan a zárt védekezésből olykor agresszíven letámadó vendégek a folytatásban kiegyenlítettek, de ezután az újabb gólt ismét a szekszárdi csapat szerezte, és 3-2-re vezettek a sárgák. Még kiegyenlítettebb játék folyt a pályán ekkor, ám gólokat már csak a kékek szereztek, nem is kis meglepetésre, gyors egymás utánban 3-at is, így a szurkolók nem kis meglepetésére megfordította a meccset az Astra, és győzelemmel távozott Szekszárdról. Az első félidőben úgy gondolom 13 percig a lányok nagyon jól játszottak, tehát ült az, amit kértem. Ez a lányok fején múlott, úgy gondolom. Most ez így sikerült. A kapott góloknál ott tulajdonképpen csapatszintű védekezés hiba, vagy egyéni hibák voltak, ami emberek vagyunk, benne van a pakliba. Mindig a csapat együtt szerez gólt, együtt kap gólt, tehát most mondom, nem fogok itt egyénileg senkit se kiemelni, se pozitív, se negatív irányba. Nagyon sok hibát követtünk el, amire direkt felhívtam még pénteken, meg csütörtökön, mondhatni egész héten a figyelmet. A vezéregyéniség Gancer Hajnalka, aki a szokásos gólpasszát és a gólját ezen a meccsen is betette a közösbe, roppant szomorú volt a mérkőzés után. Szerinte negatívan hathatott az, hogy 3 hete nem léptek pályára tétmérkőzésen a bajnokság furcsa sorsolása miatt, míg az ellenfél jobban játékban volt. Nem csak a védekezésünk, se a támadásban se voltunk olyanok, amilyenek szoktunk lenni. Ránk az jellemző, hogy a végén nyerjük meg, és tényleg mentálisan a legerősebb csapat szoktunk lenni, ez ma hiányzott. Ez van ennek oka tulajdonképpen, akár a hétközi munkába, magánéletbe, bármibe keresendő, nem tudtatok annyit edzeni, valaki esetleg sérült, vagy éppen valami gondja van? Rengeteget tudtunk edzeni, és szerintem inkább a pont a hosszú kihagyás, ugye a bajnokság kiírása, illetve ez az ünnepek is úgy hozták, hogy körülbelül 3 hetet nem játszottunk már. A többi csapatnak ugye még volt egy fordulója, nekünk az, mi vagyunk ugye az utolsó szabadnaposok, úgyhogy ez a 3 hét szerintem sok volt játék nélkül. Az biztos, hogy ez nem jött jól nekünk, tehát mert nagyon jó sorozatban voltunk, és akkor utána le kell így állni. Ez van, alkalmazkodni kell, hát nem sikerült most. Az Astra eddig pontokat hullajtott, mostantól győzelmi szériában reménykednek. Bár a bajnoki címre már csak matematikai esélyük van. Mindenképpen nyerni jöttünk ide. A hazai meccsünket is 1 góllal kaptunk ki az utolsó másodpercben, úgyhogy mi győzni jöttünk, és nagyon boldog az egész csapat, hogy ez sikerült. Nagy Anett volt a gólfelelős, 3-szor is betalált a Szekszárd kapujába. Így indultunk, hogy mindenképpen visszaállunk védekezni, majd kontrából szeretünk volna gólokat szerezni, de aztán a mérkőzés közben az edzőnk változtatott a taktikán, és abszolút letámadtuk a Szekszárd csapatát, ami szerintem nagyon eredményes volt, mert megzavartuk őket. 3 gólt is szereztél, melyik volt a legszebb és a legfontosabb? Igazán fogalmam nincs, hogy milyen gólokat szereztem, mind a 3 ugyanolyan fontos volt, ugye, hogy nyerjünk. Egyáltalán nem is emlékszem egyetlen gólomra sem, az a lényeg, hogy sikerült és győztünk. Lépéselőnybe került a listavezető Hajdúböszörmény legnagyobb riválisával, az üldöző Szekszárddal szemben. Most már szükséges, de nem elégséges feltétel a bajnoki cím megszerzéséhez, hogy a Szekszárd mindhárom hátralévő meccsét megnyerje, ha csak nem bukik hasonló módon egy meccset a Hajdúböszörmény is, mielőtt még Szekszárdra jönne. Ennyi fért bele mai műsorunkba. Köszönöm a figyelmüket, tartsanak velünk a jövő héten is, de ne feledjék a sportot, nem csak nézni, űzni is jó, a viszontlátásra.